Ha a beteg állapota megengedi, ültessük ki a beteget az ágy szélére. Segítsen a betegnek a lábait kifordítani az ágy mellé. Kérje meg őt arra, hogy szabad karjával támaszkodjon ülőhelyzetbe. Ha ez nem megy, biztonságosabb, ha mindkét kezével az ön karjába kapaszkodik. Egyik kezével támassza meg a beteg vállát, és segítse őt az ülőhelyzet eléréséhez. Ha a beteg ülőhelyzetbe került, győződjön meg arról, hogy biztonsággal ülőhelyzetben tudja tartani magát. Amennyiben szükséges, igazítsa el a beteg alsó végtagjait. Törekedjen arra, hogy a beteg talpa a talajon helyezkedjen el. Felállításkor gondoskodjon arról, hogy a beteg lábelie a lehető legbiztonságosabb csúszásmentes legyen. Helyezzen elé asztalkát, járókeretet, amin támaszkodhat. A járókeretbe kapaszkodó beteglábát minden esetben saját lába oda helyezésével biztosítsa. Gyenge fizikai állapotú beteget soha ne hagyjon magára, mert baleset veszélyes. A beteg visszafektetésénél is folyamatosan nyújtson biztonságos támaszt a lapockára helyezett kezével, és, ha szükséges, lefekvés után húzza a beteget feljebb az ágyon. Mindig csúsztassa a beteget az ágy közép része felé. Igazítsa el a lepedőt, helyezze el kényelmesen a párnát a beteg feje alatt, és takarja be a beteget. Köszönöm szépen! Köszönöm.